Somogyi dallamok a rektori köszöntő nyitányaként a Nyíregyházi Egyetemen. A kampuszon idén is ünnepélyes keretek között fogadták a külföldi diákokat. Ebben a tanévben több nemzetközi programban 23 országból fogadott hallgatókat az intézmény. Szabó György, rektor szerint ez fontos mérföldkő mind az egyetem, mind a régió életében. Az ország és a térség számára ez egy nagyon fontos potenciál. Ha azt megnézzük, hogy azok a nyugat-európai országok, ahol iparág a felsőoktatás, angol száz, Benelux, skandináv országok, de akár Ausztria, Németország nagy egyetemei, a kedvezőtlen demográfiai trendek miatt ugye szükséges az intézmények továbbélése, nek az áloga az, hogy a hallgatói számot gyarapítani tudjuk, és ez fenntartható és jövedelmező legyen. Azzal, hogy színvonalas képzéseket nyújtunk a nemzetközi felsőoktatási térben, Nyíregyháza felzárkózik a világhoz. Ez egy kétirányú, mindkét fél számára előnyös szerep. Tehát ez egy nyertes-nyertes játszma, akár a közel-keleti, afrikai, távol-keleti országokkal. Az itt végzett hallgatók jó hírünket terjesztik a világba, és nagyon komoly üzleti potenciál rejlik ebbe. Hollandiát tudnám példaként felhozni, ahol kormányzati kőkemény üzletpolitika a felsőoktatásnak az ilyen jellegű támogatása a későbbi ipari üzleti kapcsolatok megalapozása céljából. A külföldi hallgatók körében az informatikai és a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek a Nyíregyházi Egyetem kínálatában. De van olyan ország is, amelynek diákjai a művészeti tárgyak iránt érdeklődnek kiemelt módon. A Törökországból érkezett Kánszú többek között biológiát tanul a kampuszon. Mikrobiológus szeretnék majd lenni, de ökológiai kurzusokon is részt veszek a Nyíregyházi Egyetemen. Más terület ugyan, de úgy gondolom, hogy nagy mértékben fejleszti a tudásomat, ha a biológia különböző területein is képzem magam. Kiváló gyakorlati óráink is vannak, laboratóriumi kísérleteket is végzünk, fogalmazott a török diák. A kormány 2013-ban indította Stipendium Hungaricum programját. Ennek keretében akár 90 országból is fogadhatna hallgatókat a Nyíregyházi Egyetem. Emellett az Erasmus Plus programra, valamint önköltséges képzésekre jelentkező diákok érkeznek az intézménybe.